aí. Az asztéhi gyülekezet nem nagy gyülekezet, de egy erős közösség. A templomáért már évekkel ezelőtt elkezdett szorgoskodni, dolgozni. Több ütemben újították meg a templomot. A tetőfelújítás volt az első, külső, majd belső felújítás. Így a mai napra egy szép templom áll előttünk, és ami nagyon örömteljes, hogy alig volt egy-két üres pad. Tehát az emberek járnak templomba, ezért fontos a templom, ezért újulhatott meg a templom. Én hálás vagyok azért, hogy ez a régi otthona a gyülekezetnek ma az állagát megőrizve újra az Isten dicsőségét hirdetheti, és szolgálhatja azt a helyszínt, ahol az Isten műhelyében az emberi szívek is formálódnak. Az igehirdetésnek a rövid összefoglalója két pontban így hangzik. Szánjátok oda testeteket Istennek szent és tetsző áldozatul, és újuljatok meg a ti lelketek, elmétek megújulásával. Tehát ez egy olyan üzenet az asztéiak számára, hogy csak akkor van lelki, értelmi, szellemi megújulás, ha odaszánjuk a testünket, és eljövünk. Tehát van egy fizikai feltétele, hogy az Isten műhelyébe kerüljünk, és ő az, aki meg tud bennünket újítani, meg tud bennünket változtatni. És én hiszem azt, hogy ennek a közösségnek nap mint nap az Isten igé és szent lelke által szüksége, és hál' Istennek lehetősége is van a megújulásra, a megváltozásra. Ez volt az üzenet a gyülekezet számára, hogy ők magukat odaszánják, eddig is ennek példáját adták, a jövőben is tegyék ezt, és az ő elméjüknek a megújulásával szolgáljanak tovább az Úrnak, mert ennek a megújulásnak az az áldása, hogy tudják, hogy mi a jó, mi a kedves az Isten szem előtt, és mi az, ami tökéletes. Mert csak akkor tudja az ember az Isten ügyét szolgálni, hogyha tudja, hogy mi a jó. Mert ma nagyon sok mindenre rámondják ezt. Tudja azt, hogy mi az Istennek kedves. Az, hogyha az ember az Isten dicsőségét szolgál, és az Istennek ad mindenért hálát. És tudja azt, hogy mi a tökéletes. Tökéletes a mi megváltásunk Jézus Krisztusban. És ezért a megváltásért megváltottként tud igazán az ember hálát adni, és minden ebből táplálkozva lehet az életünkben igazán áldássá. Ez volt a rövid üzenete az ige hirdetésnek. Még nem sok hálaadó Isten tiszteletünk volt megújult templomért, vagy parókiáért, vagy gyülekezeti házért, de nem olyan rég volt Badalóban. Ott is megújult a templom, a gyülekezeti ház, parókia. Tehát mondhatom azt, hogy még az elején tartunk. Körülbelül 70 gyülekezetben még folynak a munkálatok, és reménykedünk abban, hogy ebben az évben, ennek az év végéig a legtöbb helyen el fog készülni. Már most is látjuk, hogy vannak olyan helyek, ahol akár a műemlék jelleg miatt, akár olyan szakmunka miatt, amit nem lehet, nem tudunk év végéig befejezni, elhúzódhat egy-két felújítás, restaurálás még, de nem sokára Visken leszünk, ahol úgy szintén egy gyönyörű, szép templom újulhat meg, és sorolhatnám tovább az alkalmakat, és lesz olyan is a sorban, ami új helyen, új templom, és ez is egy csoda, hogy új Akliban a református közösség egy új templomot építhetett. Ez is több év munkája, és reménykedünk abban, hogy ez hosszú évtizedek, akár évszázadok áldása lesz a közösség számára.